Körülbelül 6 évtizede kezdődött el a űrkorszak a Sputnik 1-nek a felbocsájtásával, és már ebben az elmúlt 60 évben a mindennapjainknak a szerves része lett az űreszközöknek az alkalmazása. Bármiben belegondoltok, a mobiltelefon a zsebetekben, a kommunikáció, a GPS, a időjárás előrejelzés, minden át van szőve azokkal a segédeszközökkel, amik valahol a világűrben keringenek. Rosszat nyomtam, ez jó. Egy pár szót a kozmikus sugárzásról. A kozmikus sugárzás az egy részben részecske sugárzás, részben elektromágneses sugárzás. Egy része az a napunkból ered, más része pedig a csillagközi térből jön, és hát ez egyfolytában bombázza a Földünket is. A nap ugye az egy hatalmas fúziós reaktor, ahol hidrogén fúzió történik héliummá, most valahol 75%-nál tartunk, és azt hiszem, hogy fél időben, tehát 5 milliárd éve, és van még 5 milliárd éve a napnak, hogy ez a folyamat így menjen. Óriási a hőmérséklete, és ebből következik, hogy zömmel hidrogénből és héliumból áll, és ettől a nagy hőmérséklettől ezek a részecskék szökési sebességet tudnak elérni, és hidrogén és hélium ionok tömege áramlik ki állandóan a napból. Ugye a proton az a hidrogénnek a ionja, és az alfa részecske a hélium ionja. Ezen a hőmérsékleten természetesen az elektronok leszakadnak az atommagokról, és ezeket úgy lehet mondani, hogy a nap fújja kifelé a galaxisunkba, és ezt hívjuk napszélnek, ez nagyon nagy sebességgel, ilyen 400-800 km per másodperces sebességgel áramlik ki, és ez aztán kölcsönhatásba lép a Földünkkel is, és a Föld környezetével, meg az összes többi égitestnek a környezetével. Közben a napnak is van egy nagy mágneses tere, ami kölcsönhatásba lép a Föld mágneses terével. Maguk ezek a gyorsan áramló töltött részecskék is mágneses teret gerjesztenek, és ez egyébként egy elég egyenletes valami. Vannak ugye a 11 éves napciklusok, tehát van egy ilyen lassú változás, de ami igazán veszélyes számunkra, azok a napkitörések, amikor rövid időre óriási mennyiségű részecske kidobás lesz a napból. Ezek zömmel protonok, amik nagyon nagy sebességgel, közel fénysebességgel áramlanak ki, elérik a Földet. Most azt kell tudni, hogy ez a sugárzás ellen minket itt a Földön két védőpajzs óv. Az egyik a Földnek a mágneses tere, amelyik a töltött részecskéket befogja, eltéríti. Így jön létre a Föld körül egy nagyon nagy sűrűségű ion réteg, az ionoszféra, és ez nem engedi őket be a Földre. A maradékot az pedig a levegő megszűri, tehát mi itt lent meglehetősen védve vagyunk. Az űrhajósokat Föld körüli pályán nem védi már a Föld légköre. A magnetoszféra még igen, tehát az a rész az kb. 500 km magasságig jön le. Nem véletlen, hogy az űrállomások, űrhajók mindig 500 km alatti pályán vannak. Isten ments, hogy belemenjenek a ionoszférába. És akkor egy külön kérdés, amiről itt nem lesz szó, amikor bolygóközi utazások, holdutazás jön, amikor kilépnek az űrhajósok is ez a védőpajzs alól. Na most tulajdonképpen űridőjárásnak azt hívjuk, ahogy a Földnek a magnetoszférája, ionoszférája, a troposzféra az ugye a normál légkörnek a legfelső része, oda is mindenféle energiabecsatolások történnek. A magnetoszféra, a Földnek a mágneses tere, ezek így a nappal
kölcsönhatásba lépnek, és akkor ezt az egész rendszert együtt hívjuk időjárásnak, ami egy folyamatosan változó valami. Miért érdekel ez minket? Vagy miért foglalkoznak egyre többet ezzel? Hát tulajdonképpen több része van ennek. Az egyik, hogy ezek a részecskék, ezek nem csak az űrhajósoknak jelentenek veszélyt, és komoly terhelést okoznak nekik annyira, hogy a életkarrierjüket, a összes föntartózkodási idejüket behatárolja olyan másfél-két évre, mert már annyira megnő a rák kockázata, hogyha kint vannak. De hát ez az egyik része. A másik része az, hogy ezek a részecskék, ezek nagyon veszélyesek a félvezetőkre, a csipekre. Ugye minden űreszköz az most már tele van zsúfolva elektronikával, fedélzeti számítógépekkel, egyebekkel. Ott van a rengeteg kommunikációs műhold, GPS, egyéb, ezekre mind veszélyt jelentenek, amikor egy-egy ilyen nagy csóva a napról éppen eltalálja a Földet. Tehát emiatt is nagyon kell vele foglalkozni. És a harmadik dolog pedig az, hogy ilyenkor úgynevezett hatalmas mágneses viharok lesznek a Földön, tehát a Földnek a mágneses tere, amit most akár iránytűn, akár mi látunk, az megbolondul, óriási mágneses tér változások lesznek, és ugye azt tudjuk, hát a transzformátor minden úgy működik, hogy ha mágneses tér változik, az vezetőkben áramot indukál. És ez a változás, ez a nagyon hosszú vezető fémekben komoly problémákat okozhat. Hát mi ilyen? Hát az energetikai hálózat, a hatalmas távvezetékrendszer és a csőhálózat, ugye a olaj, gáz, egyéb, ebben óriási áramokat tud indukálni, és volt már két olyan nagy napkitörés, amelyik többé-kevésbé földrészeket megbénított. Egyszer Amerikában maradt 9-10 órára 50 millió ember áram nélkül, mert összeomlott az egész távvezetékhálózat, és Svédországban, Észak-Európában ott 9 millió embert érintett ez egyszer. Nyilvánvaló, hogy fel lehet erre készülni, tehát az űridőjárás előrejelzésnek pont az a lényege, vagy a jelentősége, hogy előre meg tudja nem jósolni, hanem amikor egy ilyen napkitörés lesz, akkor megmérni szintén űreszközökkel, napkeringő űreszközökkel, hogy ez mekkora lesz, milyen irányba megy, elérje a Földet, és ha elérje, akkor időben jelezni, hogy az áramszolgáltatók is fel tudjanak készülni, illetve a műholdaknál adott esetben arra az időre kikapcsolni a műholdakat azért, hogy a életüket megvédjék. Na most elég sok műhold, meg egy-két műbolygó van, tehát napkörülkerülő műbolygó, amelyik űridőjárás mérésekkel foglalkozik. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy mérni kell ezeket a részecskéket, azoknak a fluxusát, energiai összetételét, és mérni kell a mágneses teret. És amit a mi kutatócsoportunk megcélzott, az az, hogy létrehozni egy olyan kis és olcsó műholdat, valószínűleg hallottatok a CubeSat-ekről, ezek most nagyon divatosak, rengeteg egyetem küld föl ilyen diákműholdat, és hát a MASZAT, az első magyar műhold, az is egy ilyen CubeSat volt, ez egy szabványos 10x10x10 centis kis műholdacska, és akkor ezekből készülnek ilyen több modulos egységek, akár 5 ilyen összerakva, tehát 50 centi hosszú. Hát ez a Red Cube, illetve ez a megcélzott CubeSat, ez egy ilyen három egységes CubeSat lenne, aminek magát a platformját, tehát magát a műholdat, azt a C3SKFT csinálja. Ezek azok a srácok, akik a MASZAT-ot csinálták annak idején a műegyetemen, és utána létrehoztak egy KFT-t, hogy professzionálisan csinálják ugyanezt. És akkor itt ennek a
elvben jön ebből ki valami, csak nem látszik. Ez a világosra színezett valami, az a mi egységünk, amiben van részecskedetektor és magnetométer. Na most a álom az az, hogy ezekből egy teljes mérőhálózatot létrehozni. Ezek annyira olcsók, hogy ebből tényleg nagyon sokat fel lehetne bocsájtani földkörüli pályára, és akkor egy teljes mérőrendszer állna össze. És ez a terv és ötlet annyira tetszik az Európai Űrügynökségnek, hogy ők is elég sok pénzt rászánnak arra, hogy először egy ilyen kísérleti eszköz létrejöjjön, és hogyha ez bizonyítja a működőképességét, létjogosultságát, akkor utána akár egy európai standard lenne ebből a készülékből vagy műholdból. Na most attól, hogy fiatalok vagytok, még valami másról is beszélnék. Az Európai Űrügynökségnek annak van egy oktatási irodája, amelyik komoly erőfeszítéseket tesz arra, hogy már diákkorukban bevonjon fiatalokat az űreszköz építésbe, egyáltalán az űrkutatásba. És van egy két ilyen hosszú sorozatuk, az egyik a Bexus, a B az a ballont jelenti, ezek stratoszféra ballonok, amikből évente egyet-kettőt is felbocsájtanak Kirunából, ami Svédországban van, és akkor ezek fölmennek ilyen 30 kilométer magasra, ott órákig repülnek, és erre be lehet nevezni különböző mérőeszközökkel diákcsoportoknak. És ez egy nagyon nagy sikerű sorozat. A mi laborunknak a vezetésével két ilyenben vettek részt diákok, a Bexus 12-ben, Bexus 14-ben, amikor nagyon-nagyon sikeres méréseket, tényleg tudományosan értékes méréseket sikerült, kozmikus sugárzás méréseket végezni. És akkor van a Rexus, ami az erre az a rakétából jön, amelyik rakétakísérlet, geofizikai rakétákat bocsájtanak föl időről időre. Ezek fölmennek sok száz kilométer magasra, és ezeknek az orrkúpja alatt is lehet mérőeszközöket elhelyezni. A mi Rexus kísérletünk, ahol szintén kozmikus sugárzás profilt mértünk, az rendkívül sikeres volt, óriási szerencsénk volt, nem lehetett előre tudni, pont aznap, amikor felbocsájtották, akkor pont egy nagy napkitörés volt. Tehát úgy sikerült végigmérni ezt a sugárzás profilt, hogy napkitörés alatt, és ez nek nagyon nagy a tudományos jelentősége, mert műholdakon nagyon sokat mérnek, az ugye 200-300 kilométer vagy annál följebb, ballonokon is aránylag sokat, ami 30 kilométer alatt, és akkor közben van egy olyan szegmens, ahol alig van mérés, és ott olyan mérést véletlenül végezni, ha éppen napkitörés alatt van, az egész ritka. Most itt lehet látni a Rexus 17-nek a diákcsapatját, és azt a geofizikai rakétát, ami egy átalakított katonai rakéta, ami külön műszaki kihívás volt, mert nagyon nagy a gyorsulás a felbocsájtásnál, azt mutatta itt. Na most ugyanez az oktatási iroda nagyon ritkán és elég sok nehézséggel, de műhold kísérletet is szeretne végezni, és hát az egyik első ilyen műhold, egy kb. 50 kilós kis műhold, az az EZEO, amiben 10 diákcsoport dolgozott bele. Magyar részről a Műszaki Egyetem kutatócsoportjának is nagy munkája van ebben, mert ő csinálta az egész áramellátó, energiaellátó rendszerét ennek a műholdnak, valamint egy kis részecske detektort, egy Langmuir szondát is föltett rá. A mi laborunk az pedig diákokkal együtt elkészítette a EZEO Tritel nevű
egységet, amelyik három irányból méri a kozmikus sugárzást, és azért van ott pirossal kiemelve, hogy éppen most hétfőn lesz ennek a startja. Egy Falcon 9 rakéta segítségével Vandenbergből, ami egy katonai bázis, tehát oda elmenni nem lehet, de az Európai Ügynökségnek van egy műszaki kutató központja, ahol tulajdonképpen az összes űreszközt felkészítik, az az ESTEC, Noordwijkban, Hollandiában. Két olyan diákunk is lesz, aki oda meg van hívva, hétfőn ott lesznek, és akkor annak a diákcsoportnak a képviselői, akik részt vettek ennek a készítésében, azok onnan együtt nézhetik ennek a felbocsátását, reméljük, hogy sikeres lesz. Kitekintés, holdbázis, marsutazás. Arról egy-két szót mondtam, ugye, hogy amikor kilépünk a Föld mágneses terének a védőburka alól, akkor onnan elég meredek lesz a helyzet. Egy-egy napkitörésnél nagyon komoly dózis terhelés érheti az űrhajósokat, és tulajdonképpen egy marsutazásnál máig nincs megoldva a védelmük. A holdutazásnál talán már igen, ha utána valakinek kérdése lesz, akkor erről szívesen beszélek. A mi laborunknak az egy nagyon nagy megtisztelése, hogy a NASA-nak az Orion űrhajója, aminek az első ember nélküli kísérleti holdrepülését most 2020-ra tervezik, 3 hetes repülés lesz, ilyen nem lesznek rajta űrhajósok, hanem úgynevezett antropomorf fantomok, tehát ilyen űrhajós kinézésű mű emberek, akik tele lesznek tüzdelve érzékelőkkel, többek között dózismérőkkel, és a mi egyik típusú dózismérőnk is helyet kap egy ilyen fantomban. Köszönöm szépen a figyelmeteket! Hogyan is alakul a mi munkánk, ki teszi fel a kérdéseket, milyen módszerekkel válaszolunk. Rögtön, hogy belehelyezzem egy kicsit ilyen doktor csontos helyzetben magunkat, mert általában ezzel szoktak minket párhuzamba hozni, személy szerint engemet, nem vagyok olyan csinos, de minden esetre a képen, amit látunk, éppen egy Olympus Hiplex típusú endoszkoppal próbálok behatolni egy zárt felirat nélküli koporsóba. Sikeres volt a behatolás, egy 8 mm-es lukon keresztül sikerül megnéznünk, hogy ki fekszik a koporsóba egy személyazonosítási eljárás kapcsán, és hát meglehetősen evidensen látszik, talán a fényviszonyok ellenére is, hogy egy Mária keresztes, illetve Krisztus keresztes apácaruhába eltemetett hölgy van a koporsó belsejében. A keresett egyén egy 60 éves férfi lett volna, tehát itt azt lehet mondani, hogy sikertelen volt ez a típusú, hogy mondjam, beavatkozás. Ezzel rögtön föl is dobnám a labdát, hogy igazából a siker ezekben a tudományokban, amit mi képviselünk, az mindig alternatív, illetve mindig valamilyen mértékben viszonylagosságnak a kérdése. Míg ez a vizsgálat zajlott, tehát ez a bizonyos kegyeleti exhumálási eljárás, akkor közbe hívott egy kolléganőm, volt tanítványom a Budapesti Történeti Múzeumból, hogy előkerült egy római kori szarkofág, ami, ha valaki ismeri Budapestet, Aquincumot, Óbudát, az tudja, hogy azért nem egy rendtenetesen ritkaság. Minden esetre előkerült egy olyan szarkofág, amiben két egyén volt eltemetve, nagyon gazdag mellékletanyaggal, és a régész ugye rögtön tudvá, hogy mivel foglalkozunk, látva az ő kompetenciáit, próbálta megkérdezni tőlünk, hogy vajon mi mit szólunk ehhez, és következő kérdéseket tette föl, ugyanis az egy szarkofágba való betemetés, a két embernek a betemetése, az vajon minek a következménye? Helyhiány volt, vagy miért rakták őket egybe?
És a másik, hogy volt egy feltételezésük, hogy a villa mellékletadás, mint pedig egy ilyen nagyon primitív mumifikálási eljárási kísérlet, ami megfigyelhető volt a temetkezésben, a temetkezésekben, és annak van egy vélt közel-keleti háttere, ez lefordítható-e arra, hogy esetleg közel-keleti származásúak lehettek azok az egyének, akik ott el vannak temetve. Most ezek elég vad kérdésnek tűnnek elsőre, hogy erre egyáltalán lehet-e válaszolni, és erre lennénk mi, ilyen kicsit interdisziplináris szakemberek, akik én személy szerint paleantropológusként a kérdésekre, saját kérdésekkel próbálok választ adni, miszerint milyen nemű egyének nyugszanak a szarkofágba, és milyen korúak, tehát tisztázni kéne a két egymás mellé temetett egyének a viszonyát, és meg kell nézni, hogy van-e kettőjük között valamiféle biológiai kapcsolat, azon kívül, hogy mind a kettő homo sapiens sapiensnek tűnik, hogy első ránézésre, ez is kiderülhet közben a DNS vizsgálat kapcsán, hogy hát az egyik talán mégse az. És ha ez mind sikerül, akkor föltehetjük azt a kérdést, hogy fiogeográfiak, tehát az a eredetnek a geográfiai struktúrálásába hova mutatnak ezek az egyének, tehát hol kereshetjük ezeknek az őseit. Na most, íme látható ez a ominózus szarkofág most már nem csak régészeti rajzban, hanem eredetiben. Ennek volt egy A jelölésű csontváza, ezt korábban temették be. A hagyományos antropológiai vizsgálatok azt mondták, hogy ez egy női morfológiájú csontváz. Tehát szintén itt már talán érzékelitek, hogy amikor azt mondjuk, hogy női morfológiai csontváz, az annyit jelent, hogy ezzel az eszközzel, ezzel a technológiával nem lehet kimondani egyértelmű valakiről, hogy nő volt-e vagy férfi, lévén, hogy hát van ennek a mint tudománynak egy fokú mozgása, mint egy értéknek. Éppen ezért mi csak azt mondtuk, hogy egy női morfológia van, a jegyek azok azt mutatják, illetve az elhalálozási életkora 30 és 35 év közé tehető. Ez korábban volt betemetve a sírba, egyértelmű a sír viszonyába, két egymás közötti viszonyba, hogy az egyiket, bocsánat, a kifejezés, kicsit oldalra kaparták, kicsit helyet csináltak a másiknak a behelyezésben. Ez is egy jó kérdés, hogy a szarkofág kialakításában miért nem dupla szarkofágot készítettek. Tehát a hoteleknek a kétágyas, egyágyas szoba problémáját tessék beleképzelni a dologba. Ugye megállapítottuk azt, hogy az illetőnek a testmagasságban durván 170 cm magas volt, egy meglehetősen erőteljesen igénybe vett csontozatról volt szó, ami furcsa volt ahhoz képest, hogy női morfológiája volt az adat. Különböző betegségeket találtunk rajta, többek között gyulladásos gerincbetegségnek a jeleit, és volt egy szépen gyógyult karcsont törése az egyénnek. Míg a B-váz, az tudjuk, hogy később temetődött be a másikhez képest, ott is egyértelműen úgy tűnt legalábbis morfológiai, hogy egy nőről van szó, ez egy idősebb elhalálozási életkorú egyén, a testmagassága nagyjából megfelelt a másiknak, itt is láttunk erőteljesen igénybe vett csontozatot, itt is volt gyulladásos gerincbetegség, és itt is volt egy törés, a valkarnak egy típusos törése, és akkor ezek az adatok ugye megint csak felvetik azt a kérdést, hogy itt lehet-e valami rokonság. Miért lenne rokonság a kettő között? Mondhatnám azt, hogy ketten rokonok, mert mind a kettőnek ugyanolyan típusú genetikai hátterű gyulladásos gerincbetegsége van. Az más kérdés, hogy mondjuk a csonttöréseket ugyanabból a családi konfliktusba vezetjük el-e. Ettől függetlenül azért a felvetés a régészek kollégák részéről nem volt annyira, hogy mondjam, légből kapott. Minden esetre itt láthatók azok a felvételek, amelyek ezeket a patológiás elváltozásokat ugye mutatják. A alsír esetében ennek a karcsonnak a jellegzetes durva diszlokáció nélküli rövidüléssel történő gyógyult sérülését, a másik oldalon pedig ott az úgynevezett jellegzetes bajonett törését az alkarnak. Az, hogy ezek mivel függenek össze, ezek baleseti mechanizmusból történnek. Az egyik, a felkarnak a törése, az meglehetősen ritkán zajlik véletlenszerűen, a másik pedig azt szoktuk mondani, hogy ez egy jellegzetes időskori törés. Ugye idősebb is az egyén, mert ott egy 50-55 éves életkort mondunk. Az idős kor ezzel ugyan összefüggésbe, hogy van egy oszteoporózis nevű jelenség, amikor az idős embereknek a csontozatában a kálcium kioldódik, és a csontnak gyengébb lesz az ellenálló képessége, és egy rossz esés kapcsán az ember védekezésképpen kiteszi a kezét, alkarjára jut az első erőhatás, az el fog törni. Ezért is van, hogy ez a típusú törés, ez a mai napig is az egyik leggyakoribb törés a ortopédiai, meg traumatológiai klinikákon. Tehát ezzel lehet találkozni, ez nem, ennek nincsen különösebb arhaikus beágyazottság. Na most,
a biológia és a természettudományos azonosítás, tehát az az eljárás, amely kapcsán ezeket az egyéneket egymáshoz, vagy adott esetben egy célszemélyhez próbáljuk kötni, ennek azért vannak lehetőségei, amik azért láthatóan korlátozottak, a dekompozícióból, a morfológiai státuszból és a genetikai helyzetből fakadóan. A dekompozíció ez egy olyan fogalom, amely az egész emberi maradványnak az eltemetés után, a halálozás utáni összes vele történő folyamatát mutatja be. Ennek kapcsán van egy temetési időpontunk, egy abszolút betemetési korunk, vannak a betemetésnek, az eltemetésnek körülményei, és a maradványoknak van valami mélyféle megtartottsági állapota, gondoljunk bele abba, hogy mumifikál, megpróbálják mumifikálni, tartósítani, eleve hamvasztják, tehát rengeteg minden történik ugye az emberi testtel a temetési rítus felfogása tekintetében. A vizsgálati lehetőségeink ugye lehetőséget adnak, hogy megvizsgáljuk a morfológiai nemet, a szexust, az individuális életkort, ami nem függ össze, vagy nem egymással kompatibilis a betemetésnek az abszolút időpontjával, ugyanis az abszolút betemetési időpont az egy régészeti kort fog jelenteni, az individuális életkor meg az, hogy ki a saját életének hányadik életévébe halt meg. Ugye ez két praktikusan különböző adat. Rengeteg adatot tudunk fölvenni a testnek a méreteiről, tehát tudjuk bemutatni azt a csontváz alapján, azt a testet tulajdonképpen föl tudjuk öltöztetni izomzattal, koponyarekonstrukcióval, és meg tudjuk nézni rajta azokat az egyedi jellegzetességeket, hogy kézhasználati preferencia, balkezes, jobbkezes, betegségek, sántított, nem sántított, pupos volt-e, mennyire volt erőteljes az izomzat, az arcán, stb. A genetikai lehetőségek ugye lehetőséget adnak arra, hogy eldöntsük, hogy genetikai értelemben milyen volt a neme az illetőnek, férfi volt-e vagy nő praktikusan, úgy tűnik, hogy csak ez a kettő lehetőség van, de van más is. A rokonságra is, ugye, az úgynevezett filogenetikai hátterőkonságra is lehet utalni, arra, hogy ennek a két egymás mellé temetett egyének valahol az ősei, valahol a nagy sötét múltba összeértek-e. Ez a filogeográfiai kutatás, és van, amikor az a kérdés, azt kér kutatjuk, hogy a közvetlen vérségi kapcsolatok megvannak-e. Tehát a kettő egymással testvéri, anyalánya bármilyen viszonyban lehetett-e, két nőről van ugye szó a morfológiai vizsgálatok kapcsán. Azonban nem hiszünk ezeknek a vizsgálatoknak mindig, és éppen ezért azt mondjuk, hogy ezek az azonosításra felhasznált metodikák nagy részét kizáró jelleggel használjuk. Ez teljesen megfelel ennek a bizonyos dr. Bones hozzáállásnak, hogy az igazsági orvostanban mindig először kizárunk, és a maradékot próbáljuk megértelmezni. Tehát nem rögtön ugrunk bele abba, hogy ki mi, és ki micsoda, és kicsoda, hanem megpróbáljuk leszedni róla, ami biztosan nem ő, és akkor a maradékba próbálunk egy picit, hogy mondjam, pontosan lépni. Ugye itt nekünk feladatunk volt, hogy a genetikai módszerekkel is alátámasztjuk ezt a morfológiai nemet, tehát az, hogy tényleg nők vannak-e betemetve, mert hogyha esetleg mégse nők, vagy az egyik férfi, akkor a későbbi genetikai vizsgálatban hiába próbálok Y-kromoszómát vizsgálni, hogy hát az illető nő akkor nem lesz benne Y-kromoszóma, vagy hát nem kéne benne annak lennie, fogalmazunk így. Éppen ezért a genetikai nemet is többféle metódussal megpróbáltuk igazolni, meghatározni, és mind az A egyénnek a csontváznak, mind a B csontváznak ugye a neme, az női adatot mutatott. Különösen figyelme ajánlom az alsó ábrát, ott az XXXY elválasztással, hogy bármennyire is azt gondoljuk, hogy a high-tech tudomány eljut oda, mert látszik, hogy eljut itt, ezt meg tudja határozni, vannak bizonyos ilyen sejtelmes területek, amikor valaki még nem is nő, meg nem is férfi genetikai értelemben, ez annyit jelent, hogy minden ilyen típusú módszer nem úgy dől el, hogy az ember belenéz a mikroszkóba és azt mondja, nő. Ez férfi. Hanem olyan matematikai, statisztikai módszerekkel értékeli ki a genetikai vizsgálatnak az eredményét, amelynek van egy ilyen szürke zónája, amit a biostatisztika ad logikusan. Ennek kapcsán mindig százalékba kell gondolkodni, és nem kell meglepődni, hogyha az ember kap egy olyan papírt, hogy ő 99,99999996 százalékban rokona a másik embernek, adott esetben egy apasági per tekintetében, ugye a fia vagy apa milyen a viszony, lévén nem kell azt mondani a bíróság előtt, hogy tisztelt bíró, 0,0000004-ben viszont nem én vagyok az édesapa, mert erre azt fogja mondani, a bíró, ez nem érdekel, mert ez a bizonytalanság kizárólag matematikai absztrakciónak a terméke. Na most nekünk sikerült ugye kimutatni mind a kettőről, hogy nő, éppen ezért a női
összefüggés rendszer vizsgálatára alkalmas úgynevezett anyai leszármazási vonalnak, a mitokondriális DNS-nek az elemzését végeztük el. Ez egy nagyon érdekes molekula, és ez a DNS ez nem a sejtmagban van, helyezkedik el, hanem a sejtmagon kívül, és az a tulajdonság, hogy kizárólag anyai vonalon öröklődik, az annyit jelent, hogy mindenkiben van, de csak a nők adják tovább a következő utódgenerációba, a férfiak halálozásukkal elveszik azt a lehetőséget, hogy ez utána az utódgenerációban megjelenjen. Ez egy nagyon érdekes jelenség, de nem minket alkalmassá tesz, hogy a női vonalakat akár a különböző értelembe vett éváig visszavezessük. Na most ez úgy tűnik, hogy egy egyszerű dolog, itt is akár megvizsgálhatnánk a mitokondriális DNS-ét egy csontváznak. Mióta én itt beszélek, durván az első 3-4 sor, és remélem nem ijednek senki, tele van az én DNS-emmel. Tehát annyira beszórtam én már a beszédem kapcsán a modern aktív DNS-emmel a termet, hogy itt ezt a vizsgálatot nem lehet elvégezni, mert amikor én a csontból megpróbálom kinyerni a DNS-t, annak a koncentrációjánál 100-szor, 1000-szer, 10000-szer, billiószor nagyobb koncentrációban lesz jelen az én saját élő DNS-em, magyarán én magam leszek a római nő, akit ott meg akarok vizsgálni. Ugye nekem is van mitokondriás DNS-em, mert volt édesanyám, tehát én tőle kaptam, és hogy meg lesz az az eredmény, akkor fölkiáltunk, hogy ez én tudom az én típusomat, utána megvizsgáljuk a másikat, az is az lesz, mert megint magamat találom meg, és kiderül, hogy a két nő rokon, sőt, még velem is rokon, és akkor nagyon boldog leszek, és majd mondom, hogy a régészeti mellékletekből az arany az ennyi. Na most, ez nem ilyen egyszerű, éppen ezért erre egy specializált laboratóriumba kell dolgozni, és a specializált laboratóriumnak a lényege az, ott látszik a különböző színekkel került térképen, hogy rettenetesen ki kell zárni a saját magunk, illetve a külső bevitt modern DNS-t a vizsgálatokból, és egészen extra tisztasági eljárásokkal kell dolgoznunk. Ugye itt most nem magunkat védjük a vírustól, mint a Dusty Hoffman védte magát a nagy maszkba a filmben, hanem egész egyszerűen én magam próbálom óvni a saját DNS-emtől a mintát. Így kell, ilyen Dali fels emberre kell lehet találkozni a laboratóriumban. Amikor beöltözünk, amikor úgy vége a munkának, akkor az úgy bugyiig foly a víz, azért azt mindenkinek mondom, mert azért ez egy kellemetlen ilyenbe dolgozgatni, de nagyon látványos. Na most a laboratóriumunk ugye logikusan mintavétel, ki kell venni a csontot, a csontból port kell csinálni, a port le kell porítani, mindenhol tisztaságnak kell lenni, egy aktív, fajlagos, beruházott munkaórára 2 óra takarítás jut, tehát az a típusú, hogy én eltüntessem oda az oda nem tartozó DNS-t, mert hát arra nekem nincs szükségem, mert a végén azt fogom megvizsgálni. És akkor nagy-nagy nehézségek árán eljutunk oda, hogy megvan ez a bizonyos eredmény és vizsgálati sor. Na most a két csontváz mitokondriás, azaz anyai genetikai mintázata eltérőnek minősült, az A váz egy úgynevezett J1A 8A haplocsoportba tartozik, a B váz pedig a T2B haplocsoportba. Ezek a haplocsoport fogalmak, ezek a kicsit úgy lehetne őket lefordítani, mint a vércsoportok. Tehát két külön álló típusba tartozik, magyarán ők egymással közvetlen rokonságban nem lehetnek. Ha ezt úgy szoktuk kiegészíteni, hogy biztos nem vérrokonok, tehát nem az a típusú rokonsági közelség van egymás között, ami a két unokatestvér között, vagy nagybácsi és unokája között, meg egyéb, hanem valamiféle távolabbi rokonság, amit nagyon jól mutat ez úgynevezett filogenetikai fa, amelyben a J és a T csoportok, főcsoportok nagyjából egy leágazásban vannak, de ez a leágazás, az, hogy ők azért a végén mégiscsak külön vannak, ez olyan durván 10-15 ezer évnyi genetikai különbséget feltétel az a kettő között. Tehát ők magyarán nem rokonok. Biztosan egymással. Itt bemutatnám még csak annyit, hogy kik vannak ott, tehát nagyon-nagyon sok mindenkivel lehetnek rokonok ezek az illetők, és most már csak a legvégén az, hogy milyen feltételrendszerbe dolgozunk, és akkor itt van az, amiről adott esetben majd nyugodtan kérdezzetek, kiinduló pont, maradvány, prezerváció, megtartási állapot, vizsgálati lehetőség, dekompozíció, morfológia, genetika, ez hozza létre az egyént, kvázi azt, akit mi valamilyen módon jellemezni akarunk, az lehet nő vagy férfi, lehet indiferens, tehát lehet, hogy a genetikai vizsgálat sem ad pontos adatot az ő nemére, és ebből tudunk visszakövetkeztetni után a későbbiekre. Most már csak arra maradt idő, hogy a kutatás részvevőit bemutassam nektek, hogy hány ember dolgozik egy-egy ilyen aprónak tűnő kutatáson is, és köszönöm a figyelmet.
Amikor egy új társaságban vagyok, és megkérdezik, hogy mégis mivel foglalkozik egy zenetudós, vagy egy zenetörténész, és mit is kell tanulni ahhoz, hogy valakiből zenetörténész vagyok, legyen, akkor nagyon sokan meglepődnek azon, hogy amikor elárulom nekik, hogy én nem a Zeneakadémián végeztem, hanem az ELTE bölcsészkarára jártam történelmi-esztétika szakra. Valójában Magyarországon tényleg a legtöbben zenei tanulmányokat követően kerülnek erre a pályára, de ez egyáltalán nincs kőbevésve, hogy más nem mondjak, Nyugat-Európában jellemzően a bölcsészkaron oktatják a zenetudományt, a zenetörténetet, és hát Magyarországon is szép számmal vannak teljesen más szakterületekről érkező kutatók, szociológusok, történészek, esztéták, filozófusok, antropológusok, akik intenzíven zenével foglalkoznak. Az alapszintű zenei ismeretek és egy bizonyos fajta hangszeres tudás persze mindenki számára fontos a zene működésének megértéséhez, de a zenetörténészi munkát és a zenetörténetet azt teszi igazából izgalmassá, hogy a zenei stílusok fejlődése, a hangrendszerek változásai, a zeneszerzők élete mellett azt is lehet és azt is kell kutatnunk, hogy miként gondolkodtak egyes korokban a zenéről, vagy hogy milyen tényezők befolyásolták és befolyásolják máig az emberek zenei ízlését vagy a zenei igényeit. Ezzel egyébként részben már talán meg is válaszolható az a kérdés, hogy egy zenetörténész miért kezd el, egy történész miért kezd el zenével foglalkozni, és miért is érdemes zenével foglalkoznia. Hát éppen amiatt, mert egy zenemű sohasem önmagában a történelemből kiszakítva létezik, hanem a környezete, vagyis a zenét hallgató és művelő, a zenéről beszélő ember által lesz olyanná, amilyen. Egy zenemű, egy dal végleges formája nem csak a zeneszerző egyéni döntésein múlik, hanem azon is, hogy milyen stílusok uralkodnak egy korban, hogy mit tanul ez a zeneszerző magáról a zenéről, hogy a zene megrendelőinek és a közönségnek mik az elvárásai, hogy ezeknek mennyire akar a zeneszerző egyáltalán megfelelni, sőt, az is nagyban befolyásolja ezt a zenei formát, hogy milyen alkalomra szánnak egy zeneművet, hogy mi a funkciója egyáltalán egy adott darabnak. És megfordítva, ezért hihetünk abban, hogy a zene forrásként is felhasználható ahhoz, hogy egy korszak kultúráját, társadalmát jobban megismerje az ember. Na most, amikor a munkámról kérdeznek, akkor rendszerint azon is meglepődnek, amikor elmondom, hogy elsősorban nem a művészi zenével, a nagy klasszikusokkal, hanem a mindennapi zenével, vagyis azzal foglalkozom, amit összefoglalóan könnyű zenének szoktunk nevezni. Én ezt a fogalmat egyébként igyekszem elkerülni, és inkább a populáris zene, vagy közhasználatú zene, mindennapi zene fogalmat használnám, hiszen a könnyű zenében, mint fogalommal már egy értékítélet is benne rejlik, mi szerint ez alacsonyabb rendű, vagy legalábbis nem annyira értékes, mint a úgynevezett komoly zene, vagy művészi zene. Természetesen ez a meglepetés, mikor kiderül, hogy könnyű zenével foglalkozom, akkor az részben annak szól, hogy nagyon is sokan komoly különbséget teszünk a komoly és könnyű zene között, és azt gondoljuk, hogy az igazi művészetet csak az előbbi jelenti, és csak ennek a művészi zenének van igazából története. Míg a zenetudósok között is komoly vita van arról, hogy érdemes-e, és ha igen, akkor milyen módon érdemes populáris zenével foglalkozni. Csak az a fontos az ilyen zenénél, hogy a rajongók szeretik, hogy milyen divatok vannak, hogy milyen gazdasági tényezők alakítják egy-egy műfajnak a sorsát. A zenei kérdések pedig egyáltalán nem fontosak. És a komoly zenével mi a helyzet? Azzal kapcsolatban nincsenek ilyen jellegű kérdéseink, nincsenek gazdasági, üzleti, ízlésbeli kérdések, amire válaszolnunk kell. Ott kizárólag a nagy zeneszerzők, nagy művei lehetnek a fontosak. Azért is nehéz ezeket a kérdéseket megválaszolni, mert sokszor nem egyértelműek azok a határok, hogy mit tesz egy zenét komolyá vagy könnyűvé. Ezért én azt mondanám inkább, hogy az igazi kérdés az, hogy melyik korszakban mit tekintünk könnyűnek és komolynak,
illetve annak kiderítése, hogy mi miatt tartozik egy zene az egyik vagy másik csoporthoz. A tisztelet miatt, vagy épp ellenkezőleg a megvetés miatt. Amiatt, mert az egyikre táncolunk, a másikat meg csendben figyeljük. Vagy mert az egyik bonyolult, a másik meg szükségszerűen egyszerű, sőt együgyű. Itt most csak egy nagyon egyszerű példa, egy sajátosan átmeneti műfajról, a jazzről. Ugye az egyik képen vadon táncolnak rá, a másikon meg, mint egy klasszikus zenei hangversenyen, néma csöndben figyelik, és könnyen előfordulhat, hogy ugyanazt a zenét hallgatják. Akkor most ez esetben könnyű vagy komoly zenéről beszélünk. De tovább megyek, és azt mondom, hogy nagyon sok mindenből lehet klasszikus zene, és fordítva válhat közkeletűvé, slágerré. És ez így egyébként történelmileg is nagyon sok esetben változik. Most csak három nagyon egyszerű példa. Ugye például Chopin keringőire, vagy mazurkáira egy évszázada, vagy másfél évszázada még táncoltak, ma csak hangversenyteremben hallgatóak. Vagy mit kezdünk azokkal a Mozart és Csajkovszki művekkel, műrészletekkel, amelyeket bevásárlóközpontokban hallunk háttérzeneként, a kocsiban hallgatjuk, vagy ne adjas Isten, mobiltelefon csengő hangként halljuk nap mint nap őként. Vagy mit kezdünk mondjuk Mahler szimfóniák részleteivel, amelyeket filmzenékben hallunk viszont. És hát ugye, aminek így nagyon is van aktualitása, ugye most megy a mozikban a Queen film, biztosan sokan láthattátok. Ugye mit kezdünk a Queen zenekarral, vagy olyan slágereivel, mint a Bohemian Rhapsody, ami ugye bőven hosszabb és bonyolultabb, mint egy átlagos rádiósláger, ráadásul operatikus elemekkel, operai elemek és szimfonikus hangzások is vannak benne, akkor ezt vajon hova soroljuk, vagy megtörténhet-e az a funkcióváltás, hogy mondjuk egy populáris zenéből valamiféle módon el tudunk mozdulni a művészi zene irányába. Most nagyon sok mindennel lehet foglalkozni, talán mert ennyi idő alatt is kiderült, hogy mennyiféle kérdéssel lehet foglalkozni a populáris zene és a művészi zene viszonylatában. És ugyanígy igaz ez a műfajokra is, tehát én szigorúan azt mondanám, hogy a populáris zene soha se csak a pop zenét jelentse, hanem ezt egy sokkal szélesebb fogalomként értsük, és ezért soroljuk ide az operettet, a táncdalokat, a mulatóst, a cigányzenét, de természetesen a másik oldalon az elektronikus tánczenét, a technót, a beatzenét, a rockot. És a lehetőségeink tárháza tényleg végtelen. Most például a Budapesti Műszaki Egyetemen már olyan jellegű kutatások is folynak, ahol egészen a jelen zenekultúrájával foglalkoznak, és például a YouTube-on vagy a zene megosztókon formálódó tulajdonképpen ilyen virtuális rajongói közösségek működését és felépítését kutatják. Én azonban, ahogy említettem, elsősorban a 40-es, 50-es, 60-as évek zenei világával foglalkozom, és néhány gondolatot arról, hogy miért is izgalmas ezzel a világgal foglalkozik, pláne akkor, hogyha egy diktatórikus vagy nem demokratikus társadalom populáris zenéről van szó. Itt egy dolgot nagyon fontos hangsúlyozni, és ez pedig az, hogy bármit is tanuljunk az ilyen jellegű társadalmakról, sohasem csak az elnyomás, a szankciók, a cenzúra fogalmai mentén szabad ezekről a társadalmakról, és ennek megfelelően az ő zenei életükről gondolkodni, hanem nagyon is megvoltak a sajátos formái, a sajátos viszonyai ezeknek a társadalmaknak, és nagyon is virágzó zenei élet, és azon belül nagyon is intenzív zenés szórakozási formák voltak ezekben a társadalmakban, és most nem csak a talán sokatok által jól ismert 60-as évek beatzenei forradalmára gondolhatunk, hanem még a ennél sötétebb korszakok, a Rákosi korszak, vagy a sztálini Szovjetunióban is rendkívül gazdag, és tényleg sokrétű volt mindaz, amit összefoglaló populáris zenének nevezhetünk. Én most fölírtam néhány kérdést, hogy mi az, amivel nap mint nap találkozok, szembesülök, és amit nagyon sok zene esetében fölteszek.
Például ilyen az, hogy a politikai ideológiai elvárások miként befolyásolják a zenei formát, a zene felépítését, mert hogy nagyon sok esetben ugye ezek az elvárások konkrétan a zene felépítésére is kihatással vannak. Akkor föltehetjük azt a kérdést is, hogy hogyan szórakoznak az emberek egy ilyen korszakban, és egyáltalán fel lehet-e a szórakoztató zenét használni ideológiai, politikai célokra. Hát ez természetesen megint csak nagyon sok példát lehet alátámasztani, hogy igen, fel lehet, és ezt nagyon sok esetben meg is próbálták megtenni. Aztán föltehetjük azt a kérdést is, hogy egy zene akár akaratán kívül, vagy egészen szándékosan állami érdekeket szolgál le, vagy épp a lázadás, az ellenállás zenéjévé válik. Vagy hogy milyen idegen hatások érik egy zárt társadalom, tehát egy olyan társadalom zenét, ahova az információk vagy nem, vagy csak korlátozottan szűrődnek be. És ebben az esetben milyen hatások, milyen információk szűrődnek be ugye az elnyomó hatalom részéről, és milyen hatások akkori éppen ellenségnek tekintett ellenségek közé sorolt országok részéről. De beszélhetünk arról is, hogy miben különbözik az, ahogyan a nyilvánosság előtt beszélnek egy zenéről, és mi az, és hogyan beszélnek a színfalak mögött olyan körülmények között, amelyet azt hitték, hogy soha nem fog kiderülni, és soha nem fog nyilvánosságra kerülni. És végül ne felejtsük el, hogy azok a kérdések is fontosak, hogy miből érdemes egyáltalán dolgoznunk, hiszen a fényképek, a filmrészletek, sőt a hangfelvételek is olyan dokumentumok, amelyről szinte kizárólagosan ugye innen ismerhetjük meg az ilyen korszakoknak a zenei életét, de hát tudva levő, hogy ezeket a dokumentumokat rendszeresen manipulálták, cenzúrázták, befolyásolták, vagyis egy történésznek rettenetesen nehéz a feladata, és nagyon nagy a felelőssége is abban, hogy egy-egy forrásról kiderítse, hogy ez mennyire tekinthető hitelesnek, vagy ha nem az, akkor arról tegyen felelős megállapításokat, hogy hogyan lehet egy nem hiteles forrást a kutatás során felhasználni. És végül ne felejtsük azt sem, hogy mindig kérdezzünk rá arra, hogy maguknak az embereknek, a zenészeknek, az egykori intézményvezetőknek és nem utolsó sorban maguknak a rajongóknak milyen egy-egy korszakról, egy-egy korszak zenéjéről az emlékezete. Csináljunk velük interjúkat, és faggassuk ki, hogy milyen a személyesen megélt történelem, és ez az, amit állítsunk párhuzamba, vagy vessünk össze azzal, amit a történelem könyvekből, vagy a dokumentumokból ki tudunk olvasni, mert a kép az valószínűleg csak így lehet teljes. Na most befejezésül csak néhány nagyon rövid gondolat arról, hogy hogyan zajlik egy ilyen jellegű kutatás. Hát először is a jó kérdések fogalmazását követően kezdődik a nyomozó munka, ami különböző fázisokból áll. Itt felsoroltam néhányat, ugye a könyvtárban, illetve interneten szakkönyvek, sajtóanyagok begyűjtése, aztán zenék felkutatása, ami történhet kották lemezek begyűjtésével, de azért a mai zenetudomány már nagyon intenzíven tudja használni az internet adta lehetőségeket, tehát a YouTube-ot, a különböző zenemegosztó oldalakat. Természetesen nagyon izgalmas és nagyon fontos része a zenéknek a különböző szempontok alapján történő elemzése, ami sokszor elég, hogyha kottaolvasás vagy zenehallgatás útján történik, de még izgalmasabb, hogyha mondjuk találunk valamit a valamilyen hagyatékban, aminek soha semmilyen felvétele nem volt, és ezt például hangszeres játék útján próbáljuk meg rekonstruálni. Én viszont biztosan azt állíthatom, hogy legalábbis számomra a munka talán legizgalmasabb része a következő két pont, nevezetesen a levéltárazás, illetve a magángyűjtemények, hagyatékok felkeresése és feltérképezése, hiszen itt olyan dokumentumokhoz jutok rendszerint hozzá, amit egykoron valóban nem a nyilvánosságnak szántak. Pártiratok, államiratok, minisztériumi iratok, olyan beszélgetéseknek a jegyzőkönyvei, amelyek zárt ajtók mögött folytak, és ugyan készült belőlük leírat, de valószínűleg senki nem akarta, hogy ez valaha is
hozzáférhetővé váljon, és ugyanígy fordítva megrendezett beszélgetések, ahol nyilvánvaló, hogy a szereplők különböző szerepeket játszanak el, illetve a részvevők különböző forgatókönyvek alapján beszélgetnek egy adott témáról. Itt is ugye fölmerül a hitelesség kérdése, hogy vajon egy rituálisan megrendezett zenei konferencián, mondjuk a Rákosi korszakban, mi az, ami hitelesnek tekinthető, és mi az, ami tulajdonképpen, hogy is mondjam, az ő megfigyelőik, az ő ellenőreiknek szól, akik ezeket a jegyzőkönyveket készítették többek között. És ahogy említettem, hogy mindig kérdezzük meg az embereket, magukat is arról, hogy hogyan élték meg személyesen a történelmet, hát én magam is nagyon sok ilyen interjút készítek egykori zenészekkel, intézetvezetőkkel, rajongókkal, gyűjtőkkel. Ez mindig egy nagyon izgalmas és nagyon interaktív része a munkának, és hát azt talán minden kutató elmondhatja, hogy a másik nagyon fontos interaktív része a munkájának az, hogy folyamatosan együtt működik, illetve eszmecserét folytat más szakemberekkel, elsősorban hazai és nemzetközi konferenciákon, workshopon, de természetesen az oktatás során is. Hát én nagyon röviden ennyit szerettem volna elmondani. Nagyon szépen köszönöm, és remélem sikerült kedvet csinálni ehhez a munkához. Hello, Judit vagyok. Elméleti biológiával foglalkozom, amit majd mindjárt elmondok, hogy micsoda, de előtte azt szeretném kérni tőletek, följövök ide magasra, hogy ha már csináltátok a következő közül bármelyiket, akkor tegyétek föl a mancsotokat, valamelyik mancsot, oké? Szóval, ha már segítettetek idegennek, például szóltatok, hogy elejtett valamit, visszavittetek elveszett dolgot, vagy leadtatok a portán mondjuk elveszett könyvet, adtatok már pénzt hajléktalannak, részt vettetek önkénteskedésben, átadtátok a helyeteket öreg néninek a buszon, vagy bácsinak, vagy nem öregnek, akkor föl a kezeket, ha már ilyen történt veletek. Nagyon király, nézzetek körbe! Mert hogy az van, hogy egyetlen egy állatfaj van ezen az egész földön, aki erre a kérdésre igennel válaszol. Senki más. Nincsen még egy olyan állat, amelyik hajlandó lenne idegeneknek segíteni. De mi emberek segítünk. Nem csak, hogy segítünk, de mindenki segít. Egészen kicsi kortól, ilyen kicsi kortól, hogy képes vagy járni, az benned van, hogy segíteni idegeneknek. Ami tök jó. Adódik a kérdés, hogy jó, de hát így miért? Ha mindenki csinálja, akkor biztos, hogy van valami haszna, ami miatt ezt megéri csinálni. Oké, de mi lehet ez a haszon? Na, ezzel foglalkozom én, mint elméleti biológus, azt nézem, hogy ugyan mégis mi veszi rá az embereket arra, elindítok közben egy stoppert, hogy 10 percnél többet ne beszéljek. Szóval én, mint elméleti biológus azzal foglalkozom, hogy mi veszi rá az embereket arra, hogy idegeneknek segítsenek, aki nem rokon, nem barát, soha az életben nem látod, és nem is fogod többet látni. Na és azt mondom, hogy ez tök jó, mert hogy igazából erre ti is tudtok válaszolni. Mert hogy ha mondjuk én elmegyek vért adni, és utána elmesélem nektek, hogy tegnap voltam vért adni, megmentettem 3 életet, akkor erre mi a reakció tőletek? Na ki a király? Én vagyok a király. Mert hogy ez benne a jó. Hogy az, hogyha az ember segít, akkor ő menő lesz. A barátai menőnek fogják őt gondolni. Oké. Na hát nagyon jó, hogy ezt tudom, meg ti is tudjátok, és most már akkor tudományosan is nagyon tudjuk, de mégis mi az értelme a munkámnak, hogy én ezzel foglalkozok napi nagyon sok órát? Hát egyrészt, ha tudjuk azt, hogy az emberek mitől segítőkészek, akkor rá lehet őket ezzel a tudással venni, hogy esetleg legyenek még segítőkészebbek. És ezzel olyan problémákat oldhatunk meg, mint a globális felmelegedés. Mert ha segítőkészek vagyunk embertársainkkal, akkor szívesebben felfedezünk olyan dolgokat, amitől majd nem benzint használunk, hanem valami mást, visszafogjuk egy kicsit a károsanyag kibocsátásunkat, Kína is, meg Amerika is, meg Magyarország is, jobb fejebbek leszünk egymással. Ez az egyik haszna a munkámnak.
A másik haszna a munkámnak az az, hogy én nem unatkozom. Ez egy igencsak nagy haszon. Dolgoztam pincérként, ez volt életem első munkája. Nagyon-nagyon szerettem, főleg azért, mert mindenféle fura emberekkel találkoztam. Egyszer például volt szerencsém kiszolgálni egy igazi tengeri medvét. Megtermett ember, hiányzott az egyik kezéről két ujja, a másik kezéről egy ujja, láttam, ahogy rendelt. És olyan tetoválásokkal volt tele, hogy gyerekszem az innen nézzen rá. Nem tudott magyarul, úgyhogy mutogatással rendelt, akkoriban még én meg nem tudtam még semmilyen olyan nyelven, amilyen ő beszélt. És borravalóként egy marék aprót hagyott az asztalon, olyan érmékkel tele, ami a világ minden országából volt. Volt benne chilei peso például, Chile Dél-Amerikában van, iszonyú messze. Az érmék még mindig megvannak, a pincérkedést viszont meguntam fél év után, úgyhogy felmondtam. Elméleti biológusnak lenni viszont nem unalmas, és kicsit elmesélem, hogy hogy néz ki ez az egész a gyakorlatban, csak hogy lássátok, hogy miért nem uncsi. Az elméleti biológusokat szokták fotelbiológusnak is csúfolni. Ennek esetemben van némi alapja, mert hogy az időm nagy részét valóban egy fotelben üldögélve töltöm, én, a laptop, meg a tea. Így édes-szent hármasságban. És kívülről ez úgy néz ki, mintha valamilyen számítógépes szakember lennék, aki pöttyög, és hogyha ránézel a laptopnak a képernyőjére, akkor azt látod, hogy ilyen fura programozási nyelven valami matek történik. Ezt a valami matekot, ezt statisztikának hívják. És arra való, hogyha az embernek van valami sejtése, hogy ez történik a világban, akkor szervál róla adatokat, és a statisztika nevű mágia megmondja, hogy vajon igaza van-e vagy sem. A statisztika matek. Amikor én gyerek voltam, nekem azt mondták, hogy a matek az nem szép kislányoknak való dolog, úgyhogy legyek szíves ne matekozni. Úgyhogy nem matekoztam. Most azt mondom, hogy a matek az nem szép kislányoknak való, és hogyha valaki azt mondja nektek, hogy a matek az nem szép kislányoknak való, akkor azt kell reagálni, hogy nem, de én szép nagy lány vagyok, majd én eldöntöm. Úgyhogy matekozzatok, csajok. Amikor nem a számítógép előtt ülök, és matekozok, akkor olvasok. Rettenetesen szeretek olvasni. Titokban van magyar irodalomból egy diplomám, még abból az időből, amikor nagyon szerettem volna magyar tanár lenni. Ez az idő sajnos elmúlt, nagyon sajnálom, de még mindig nagyon szeretek olvasni, és a munkám egy része az az, hogy könyveket meg újságcikkeket olvassak, amit más, sokkal okosabb emberek megírtak. Ami tök jó, mert közben mindenféle olyan izgi dolgokat tanulok, mint hogy Voldemortnak a pálcája tiszafából van, ami úgy néz ki, mint egy fenyő, és itthon is él. És ez egy nagyon mérgező növény. Ennek semmi köze nincsen a szakterületemhez, de tök jó pofa ilyen dolgokat tudni. Mindegy. Amikor nem olvasok, meg nem a fotelben ülök, és gépelgetek, akkor a másik kedvenc dolgomat csinálok, eszek. Ebédelek a kollégákkal, kávézok olyan barátaimmal, akik nem biológusok, hanem valami más csinálnak, eljárok sütizni például a bölcsész ismerőseimmel. Na jó, igazából a kaja az csak ürügy arra, hogy beszélgessek velük. Mert hogy amikor az ember kutató, és én valami olyasmi vagyok, akkor ez nem úgy működik, hogy ül a fotelben, jó, ül egy csomót a fotelben, és akkor gondolkodik, a múzsák, ezek itt amúgy a múzsák ott fönt a szobrok, szóval, hogy a múzsák homlokon csókolják, és akkor euréka, föltaláltam a rák ellenszerét, nem. Hanem az van, hogy vannak ilyen apró morzsák, ilyen tudásmorzsák a fejedben, amit, hogyha jól kombinálsz össze, akkor esetleg kijön belőle a rák ellenszere. Ezeket a tudásmorzsákat viszont meg kell szerezni valahonnan. Minél messzebbről jönnek, annál nagyobb annak az esélye, hogy valami izgi újat látsz. Ezért kell minél több emberrel beszélgetni. Ezért a munkámnak a nagy része az az, hogy fecsegünk mindenfélékről. Körülbelül így néz ki egy napom. Most puskázok, hogy még esetleg van-e valami, ami a napomban benne van. Ú, igen. A napomnak az a különlegessége, hogy a legtöbb ember napja véget ér délután, 4-kor, 6-kor, 7-kor, aztán hazamegy és szervusz. Az enyém nem ér véget. Mert hogy az van, hogy annyira izgalmas ez az egész, amivel foglalkozom, olyan, mint egy fejtörő, hogy jön velem haza. És gondolkozom rajta otthon, meg gondolkozom rajta hétvégén, meg gondolkozom egy kicsit most is rajta, hogy itt vagyok. És az van, hogy miközben megoldjuk
az éppen aktuális fejtörőt, közben terem három, úgyhogy soha nincsen vége. Úgyhogy, ha olyan munkára vágytok, ami nem olyan, hogy reggel fölkelsz, 9-re bemész, este meg hazamész, és utána valami más csinálsz, hanem olyan, hogy mindig ott van, és mindig izgalmas, akkor keres valami ilyesmit, ami érdekel, és menj a kutatónak. Mert akkor az mindig ott lesz, és mindig izgalmas lesz, és kicsit olyan, mint egy ilyen hobbi. Az is a munkámhoz tartozik, hogy konferenciákra járjak. A konferencián is fecsegünk, így, mint ahogy én itt most elmesélem, hogy mivel foglalkozok, csak nem gimiseknek, hanem a konferencián résztvevő embereknek, aztán ők is elmesélik, ami sokkal izgibb lenne, mert mondjuk valószínűleg ti szívesen mesélnétek arra, hogy titeket mi érdekel. Mivel a konferenciák a világ egész egészéből vannak, ezért nagyon sok helyre jártam már, nagyon sok helyen voltam már, és nagyon sok barátom van mindenfelől. Van spanyol, görög, kazak, csilei, kínai, angol, német, francia, cseh, szlovák, szlovén, brazil, ekvádori, mexikói és amerikai kollégám, és most már beszélni is tudok velük, mert volt szerencsém részt venni egy csereprogramba Angliába, hová úgy mentem ki, hogy egy szót nem beszéltem angolul, de hogy kb. Annyit, hogy how are you? And if you want to ask me now, I can speak in English, I'm very proud of it, I even have a very cute British accent, és ez angol volt. Higgyétek el! Szóval már tudok, ami tök jó. Nem voltam mindig elméleti biológus. Dolgoztam családsegítő szolgálatnál, voltam biológia tanár, dolgoztam bicikli kölcsönzőben. Kipróbáltam azt, hogy milyen másféle biológusnak lenni, voltam növényész. A növényész az az, amire az ember gondol, amikor biológiára gondol. Kimegy az erdőbe a növényész, ölelgeti a fákat, méricskéli a bokrokat, énekel a madaraknak, tiszta Disney. Tényleg ez volt, kimentem, méricskéltem a fákat, ölelgettem őket, és énekeltem, komolyan, mert hogy azt mondták a munkavédelmi ilyen ismertetőn, hogy ha az ember énekel, meg fütyül, meg beszél, miközben kint van és dolgozik, akkor majd nem jön oda a vaddisznó és eszi őt meg, mert hogy fölismeri, hogy emberhang van. A vicc az, hogy én a Börzsönybe voltam felmérni, ami nagyon jó kiránduló hely, menjetek oda, viszont azok a helyek, amiket fel kell mérni, az nincsen rajta a turista ösvényen, ahhoz le kell menni a turista ösvényről, és olyan helyekre kell elmenni, ahol mondjuk 100 éve én voltam az első ember. Na az ilyen helyen élő vaddisznó, az nem tudja, hogy az éneklés az embertől jön, ami egyelő a vadásszal, azaz el kéne menni, hanem azt gondolja, hogy ó, milyen érdekes ez a hang, nézzük már meg, mi ez. Úgyhogy volt szerencsém találkozni muflonnal, vaddisznóval, özzel, szarvassal, rókával, tucatnyiféle madárral, sőt, még hiúznyomokat is találtam, ami szerintem elég menő. Kiránduljatok, mert ez jó. Amikor nem biológuskodom, akkor nekem is van hobbim. A hobbim az a lelkem bölcsészfele, ami még mindig megvan. Ilyen szépirodalmi dolgok olvasok, meg novellákat írok, és ilyenkor mindig el szoktam pirulni, amikor erről mesélek. Annyira novellákat írok, hogy igazából több szépirodalmi publikációm van, mint tudományos, de ez legyen annak betudva, hogy a 26 évem az nem egy nagyon komoly kor, hogyha az ember tudósról beszél, úgyhogy még csak tudós palánta vagyok, és nem valódi tudós, mondjuk így. Amiért ezt elmeséltem az az, hogy amikor én gyerek voltam, és akkor mindenki azt látta, hogy olvasok, akkor mindenki azt gondolta, hogy majd bölcsész lesz belőlem. Anyukám a mai napig megvan ezen nagyon lepődve, hogy a kislányából biológus és nem bölcsész lett. De az van, hogy vannak olyan emberek, akik nem fú, humán, meg fú, reál beállítottságúak, hanem ilyen fura ilyen mix, mint mondjuk én. Úgyhogy ha legközelebb valaki azt mondja nektek, hogy már pedig ő nem tudom, nem ért a matekhoz, mert ő ilyen humán beállítottságú, akkor el lehet neki mesélni az én példámat, aki minden nap egy kicsit matekozom azért, hogy a biológiával tudjak foglalkozni. Ugyanakkor viszont a gimiben úgy olvastam ki a könyvtárat, hogy elkezdtem az A betűnél, befejeztem a Z-nél. Ennél szerintem bölcsészebb dolog nincsen. Úgyhogy léteznek ilyen emberek. Remélem, hogy ez egy izgalmas kis ízelítő volt abból, hogy néz ki egy biológus, elméleti fotelbiológus mindennapja, meg hogy mi mindent lehet még emellett is csinálni, és hogy nem muszáj egy dolog mellett leragadni, és hogy a nemetek nem befolyásolja azt, hogy utána hova fogtok kikötni.
és letelt a 10 percem. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy figyeltetek. Sziasztok, Kistóth Ágnes vagyok. Általában azt szokták mondani, hogy matematikus és fizikus. Az ELTE atomfizikai tanszékéről jöttem, és kozmológiai ionizált buborékok kutatásával, modellezésével foglalkozom. Ez így nagyon-nagyon szépen hangzik, így első körbe. Úgyhogy általában, amikor ezt elmondom, akkor az szokott lenni, hogy egyrészt mi ez, másrészt meg, hogy egyáltalán hogyan kerültél te ide, hogyan kerül valaki egy ilyen szakmába, egy ilyen kutatásba. Úgyhogy én most azzal fogom elkezdeni a bemutatót, hogy elmesélem nektek az én történetemet, hogy hogyan kötöttem ki ide. Azért vannak diáim is, úgyhogy megpróbálok lapozni. Szóval, kezdetben voltam én, mint egy kisgyerek. Bevallom, a legelején a matematika az már tény, hogy nagyon fiatalon az életembe költözött a szüleim matekosok, úgyhogy igazából már gyerekkoromban képes voltam ilyen koordinátorrendszeres rajzolós játékokkal játszani. Ezt akkoriban még nem tartottam furcsának, kicsit később elgondolkodtam rajta, hogy ez mennyire volt általános a korosztályomban. Sőt, akkor kaptam igazán képet szerintem arról, hogy milyen lehetett a gyerekkorom, amikor pár éve anyukámat megkérdeztem, hogy hogy telt az estéje a 4 éves unokaöcsémmel. Ő pedig elmondta, hogy hát, játszottunk, vacsoráztunk, majd kölcsönösen egyértelmű hozzárendelést csináltunk a sajtok és az uborkák között, szóval jól telt. Úgyhogy azt hiszem, hogy utólag belegondolva valószínűleg elég sok mindent kaptam, és ez meghatározott, de akkoriban ez még nem tűnt fel ennyire. Ami viszont még hamar az életembe költözött, az egyébként a tanítás. Itt az ábrán látszódik a jobb alsó sorokban a legelső fényképes dokumentáció arról, hogy milyen korban kezdtem én a tanítást. A babáim azok nagyon-nagyon jó diákok voltak, mindig nagyon rendesen viselkedtek. Úgyhogy ez már akkor is vonzott ez a téma. Ami viszont akkoriban még egyébként egyáltalán nem vonzott, az a fizika, bevallom. Hősiesen ez egy fizikus szájából elég furcsán hangozhat. De gyerekkoromban én mondjuk megvoltam azzal elégedve, hogy jaj, de szépek ezek a buborékok, olyan szépek és színesek. De azt, hogy például milyen fizika rejlik mögöttük, és hogy igazából ezek a buborékok tényleg nem csak levegővel, hanem fizikával is tele vannak, ez engem akkor egyáltalán nem mozgatott. Tehát ez valahogy olyan dolog, ami később talált meg. Hogyan folytatódott a történet? 18 éves lettem, azt mondták, hogy szakmát kell választanom, pályaválasztás van, jelentkezzek valami egyetemre, vagy menjek el dolgozni. Hát bevallom, ezen a ponton még teljesen tanástalan voltam. Az egyetlen biztos az az volt, hogy eddigre elhatároztam, hogy én tuti biztos, hogy nem leszek tanár. Láttam a szüleimet, láttam a tanáraimat, láttam, hogy ez bizony egy kemény szakma. Nem, köszönöm, biztos van valami a világban, ami más, mint a tanítás, és nekem való. Azok kívül viszont nagyon nehéz volt dönteni, mert én is olyan ember vagyok, mint amilyen a Judit is, hogy igazából túl sok minden érdekel, kb. Minden. Úgyhogy én kb. Többször végiglapoztam az egész felvételi tájékoztatót, hogy megtaláljam a nekem megfelelőt. Igazából űrhajós szerettem volna lenni, ezt elmondom, de valamilyen oknál fogva ez nincs benne a felvételi tájékoztatóban, úgyhogy teljesen meg voltam lőve. Amint többször elidéztem, az a rabbi képző volt ellenben, mert azt akkoriban nagyon érdekesnek találtam, hogy ilyen is van a felvételi tájékoztatóban. De hát igazából a teljes tanácstalanság volt az, ami engem itt akkoriban körülvett. Úgyhogy a döntés ezután nagyon adhok módon történt. Ha valaki olvasta a Galaxis utikalaus toposoknak könyvet, akkor ott lehet tudni, hogy az élet, a világ mindenség és a minden nagy kérdéseire a válasz, az pontosan 42. Most az én esetemben ez úgy történt akkoriban, hogy az élet, a világ mindenség és a minden legnagyobb kérdése az volt, hogy mi leszek, ha nagy leszek. És hát a választ nagyon egyszerűen 42-ben adtam meg. Úgy döntöttem, hogy a számokkal fogok foglalkozni, és a matematikával, mert ez volt a számomra kézenfekvőbb megoldás. Gondoltam, majd teljesen jó lesz, beadtam a jelentkezésemet matematikus szakra, mert hát az milyen jól hangzik. Számolgatok itt néhány évig az egyetemen, tök jó buli lesz. Hát aztán az egyetemen egy kisebb sok hatásként ért, hogy az a matematika, amit az egyetemen tanulunk, az nem pontosan úgy néz ki, mint a középiskolai matek. Van az a vicc, hogy ilyenkor már nagyon ritkán találni számokat a matematikában, és inkább csak betűk vannak. Hát ez elméleti matematikus szakon kifejezetten igaz. Úgyhogy be kell vallanom, hogy ez azért váratlanul ért, de
álltam a sorat, és igazából nagyon megszerettem. Tehát a matematikát nem nagyon lehet elkerülni, még azoknak se, akik először azt gondolják, hogy jól van, majd jelentkezek valami bölcsész szakra, és soha nem kell többet matekot tanulnom. Igazából úton útfélen ott lesz mindig a sarok mögött, hogy mikor tud rátok lecsapni a matek. Elkerülni nem lehet, úgyhogy az a legjobb, hogyha az ember megbarátkozik vele. Minden esetre egyébként szerettem a matekot, de a kutatási részében bevallom, annyira nem éreztem, hogy én ezen az oldalon szeretnék elindulni. Az egyetlen dolog, ami ezek alatt, az évek alatt megtalált, mint pályacél, meglepő módon visszatértem a kezdetekhez, és úgy döntöttem, hogy ne, én mégis tanár akarok lenni. Igazából rájöttem, hogy jó, hát persze ez egy nagyon kemény szakma, de ha az ember egy kicsit lelkesedéssel csinálja, akkor nagyon-nagyon meg lehet szeretni. Úgyhogy igazából ez lett az egyik legnagyobb hobbim és szenvedélyem, tanítani. Amit persze próbáltam korábban nagyon elkerülni, de hát egy idő után már nem tudtam, és azt mondtam, hogy na jó, ezt kell csinálnom. Úgyhogy ezen a ponton igazából véget is érhetne a történetem, mert találtam magamnak egy témát, a matematikát, amit imádok, találtam magamnak egy szakmát, amit nagyon-nagyon megszerettem, a tanítást. Úgyhogy akár boldogan is élhettem volna itt, és befejezhettem volna a történetet, de hát sajnos ez nem így történt. Ugye mire én ezt elvégeztem, addigra nagyba robogott a 21. század, és hát a 21. században az internet és a science fiction filmek és sorozatok világában egyszerűen csak úgy csőstől zuhannak ránk az információk, és olyan szavakkal találkoztam úton útfélen, amire mindig rájöttem, hogy hát én azt nem tudom, hogy mit jelent. Mondok példákat. Sötét anyag, sötét energia, fekete lyukak, eseményhorizont, kvarkok, mi van még itt? Fénysebesség, kvantummechanika. Ja, és persze, hát féreglyukak, időutazás, párhuzamos univerzumok meg hasonlók. Ezek mind-mind annyira érdekesnek tűntek, és annyira fantasztikusnak, hogy így folyamatosan rájöttem, hogy tele van a világ dolgokkal, amiket nem értek, de meg akarom érteni, mert egyszerűen kíváncsi vagyok rá. Túlságosan kíváncsi lettem, bevallom. Tehát ezek a szavak teljesen felcsigáztak. Kerestem a választ rá, hogy hol tudnék választ kapni a kérdéseimre. Az egyik kedvenc sorozatom segített. Volt egy ilyen sorozat, hogy Csillagkapu, ebben volt egy karakter, egy asztrofizikus nő, aki mindig jött, és az összes problémát valami nagyon varázslatos módon megoldotta ezeknek a szavaknak a segítségével. Úgyhogy hát több se kellett nekem, mondtam, hogy na jó, hát akkor itt lesz a válasz, asztrofizikát kell tanulnom ahhoz, hogy választ kapjak a kérdéseimre. Úgyhogy nagy lendülettel beadtam a jelentkezést, és visszamentem tanulni. Egy kicsit később, mint az évfolyam társaim, másoddiplomásként. Hát amikor én elkezdtem a fizika tanulását, akkor kb. 10-11 éve voltam idősebb a többieknél, akik éppen akkor jöttek ki a középiskolából, és kezdték el ezt a szakmát. Úgyhogy egy picit azért voltak bennem félszek, hogy mi lesz ebből, és mi fog kisülni, de azt mondtam, hogy nem baj, nekem tudnom kell a válaszokat. Egy picit féltem, hogy valahogy úgy fogok kinézni, mint a bal oldali képen az a hölgy, vagy itt majd kinéznek engem, és úristen, hogy fogom itt megállni a helyem. Hát bevallom, egyébként rájöttem, hogy egyébként senkit nem érdekelt, hogy hány éves vagyok, meg egyéb dolgok, és igazából szerencsére elég jól el tudok vegyülni, a hajam is nagy segítség ebben, ugye, hogy így elég jól eladtam magam viszonylag átlagos egyetemistának, és valójában az igazság az, hogy az egyetemi éveim leginkább a jobboldali ábrára hasonlítottak. Tehát körülbelül így néz ki egy átlagos vizsgaidőszak, erre nyugodtan készüljetek fel. Ettől függetlenül be kell vallanom, jó buli, csak hát egy kemény dolog, a tanulás az nehéz, viszont minden percét élveztem így is, úgyhogy egy pillanatig se bánom, hogy visszamentem. A fizika egyből így magával ragadott, teljesen beszívott ez a világ, és úgy voltam vele, hogy nekem itt kell lennem, itt kell maradnom, és mindent kipróbálnom. Még ilyen dolgokat is, amiket mondjuk a matekon nem tettem, például a kutatást. Tehát egy kicsit jobban szerettem volna belekóstolni, milyen az, amikor az ember valami izgalmas kutatásban részt vesz. Először azt hittem, hogy ez valami nagyon nehéz dolog, hát a filmekben a kutatókat mindig ilyen nagyon érdekes embereknek ábrázolják, akik kicsit magukba zárkózóak, antiszociálisak, nehéz esetek, általában mentális betegségekkel is küzdenek és hasonlók. Tehát gondoltam, hogy úristen, hogy fogok én ebbe ide átlagos emberként beférni, de hát rájöttem egyébként, hogy tényleg a kutatás az nem így működik. Kb. Csak fel kell tenned a kezed, hogy hello, én szeretnék kutatni valamit, és akkor azt mondják, hogy persze, gyere, aztán csinálj. Tehát az kutatók nagy része az értem szerintem teljesen átlagos ember, semmi elvetemült zseniről nem kell gondolni, csak hát persze a filmeket nem ilyen emberekről csinálják, vagy ki tudja, még lehet, hogy a jövőben.
Úgyhogy igazából elkezdtem először egy anyagtudományos kutatást, teljesen random módon talált meg a dolog, hidrogéntárolás volt a témánk. Az volt a cél, hogy alapvetően valahogy beleszálljunk ebbe a bizniszbe, hogy a jövőben legyenek mondjuk hidrogén meghajtású autók. Sajnos az én témám az nem azzal foglalkozott, hogy ilyen szép autókat tervezgessek, vagy ilyenekkel furikázzak a városban. Kicsit távolról közelített meg a dolgot, de hát kis lépésekben halad a kutatás. Tehát az én kutatásom az valahol ilyen anyagokkal foglalkozott, ugyanis mi a probléma azzal, hogy ha mi szeretnénk egy hidrogén meghajtású autót? Ugye ez egy baromi jó dolog lenne, ha lennének hidrogén meghajtású autók. A hidrogén, amikor elég, akkor víz lesz belőle. Tehát, hogyha mondjuk a benzin helyett hidrogént használunk, akkor nem smog jön ki az autóból, hanem vízpára. Egy kicsit egy fokkal barátságosabbak lennének a városaink, úgy hiszem. Tehát ez nagyon-nagyon jó. Csak hát a probléma az, hogy hogyan rakjuk bele ezt az üzemanyagot az autóba, hogyan tároljuk a hidrogént ott benne. Mégse úszhat magával ez az autó egy hatalmas nagy hidrogénes lufit maga után. Ugye vannak ilyen módszerek, hogy akkor rakjuk be a hidrogént egy nagy nyomású tartályba, jól sűrítsük össze kis helyre, de hát ez meg elég robbanásveszélyes. Aztán lehűthetjük nagyon-nagyon mínusz fokokra, ahol cseppfolyósíthatjuk a hidrogént, de hát ez meg rengeteg energiát igényel. Az egyáltalán nem érné meg, hogy berakjuk egy autóba, max, hogyha valakinek nagyon-nagyon sok pénze van. Úgyhogy ilyenkor jönnek alternatív módszerek, például, hogy be lehet rakni hidrogént ilyen szilárd anyagokba. Ez a minta, amit ott láttok, ez amivel én is dolgoztam, ilyen magnézium alapú ötvözetekkel dolgoztunk, és az volt a célunk, hogy minél több hidrogént tuszkoljunk egy-egy ilyen anyagmintába, valahova a fém részecskék és atomok közé. Ez volt a cél, hogy oda rakjuk be a hidrogént. Igazából volt egy-két egész jó eredményünk is. Sajnos az elmúlt években nem követtem teljesen nyomon, hogy hova fajult ez a kutatás, de hát remélem, hogy a jövőben majd még hallunk esetleg erről, és tényleg lesznek hidrogén meghajtású autók. Én viszont nagyon imádtam ezt a kutatást, nagyon érdekes volt, de egy probléma volt vele. Mégse volt asztrofizika. Márpedig, hát mint tudjuk, valahol ez a dolog keltette fel az érdeklődésemet, és azt mondtam, hogy na jó, akkor induljunk el ebbe az irányba, úgyhogy megkerestem magamnak egy másik kutatást és egy másik irányt, és akkor végül kikötöttem tényleg az asztrofizika mellett. Az asztrofizikán belül kozmológiai ionizált buborékok modellezése és kutatása, tehát ez az én szép témám. Úgyhogy azért egy pár szót erről még megemlítek nektek, hogy mik is ezek a kozmológiai ionizált buborékok. Ahhoz, hogy szépen elmesélhessem nektek, el kell kezdenem a legelején a történetet, az univerzum kezdetének a kezdetén. Mindenki tudja, hogy hogyan kezdődött. Ugye kezdődött egy nagy robbanással, volt a Big Bang valahol. Mi történt ezután? Ezután igazából az univerzum egy hatalmas nagy plazma állapotban volt. Ott voltak benne protonok, elektronok, más részecskék, fotonok egy nagy egyvelekbe, szép nagy masszát alkotva. Majd ezek után protonokból és az elektronokból megszülettek az első atomok, egy rakat hidrogén, meg még néhány hélium mellé, és az univerzum tele lett végül atomokkal, hidrogénnel és héliummal. Viszont nem volt semmi, ami világítson. Tehát ebben a korszakban egy hatalmas nagy sötét univerzumot kaptunk, ezt úgy hívják, hogy a sötét korszak. Tehát még nem voltak csillagok, nem volt semmi, ami fényen vagy fényt bocsásson ki, tehát szimplán csak ott lebegtek az űrbe a hidrogén és hélium molekulák. Na akkor ebben a sötét korszakban hát nem túl sok minden történt, de nem is tartott olyan túl sokáig. Egy idő után megszülettek az első csillagok, aztán az első csillagokból összeálltak az első galaxisok, majd egyre több és több csillag és galaxis, legalábbis amennyire most el tudjuk képzelni itt az univerzum fejlődés történetét. Most ez milyen hatással volt az univerzumra? Nagyon egyszerűen, hogyha van nekünk egy nagyon forró csillagunk, vagy sok nagyon forró csillagunk egy galaxisban, akkor ezek nagy energiájú fotonokat bocsájtanak ki, és minek képes egy nagy energiájú foton a környezetében ionizálni tudja a környezetében lévő anyagot. Tudjuk azt, hogy mi az, hogy ionizálni? Persze? Akkor jó. Tehát nagyon egyszerűen az univerzum a csillagok közötti térben, meg a galaxisok közötti térben igazából tele van anyaggal. Szeretünk úgy gondolni az univerzumra, meg az űrre, hogy ott vákum van. És persze a mi szempontunkból, a földi szempontból tényleg vákum van. De az a vákum nem azt jelenti, hogy nincs ott semmi. Tele van hidrogénnel és héliummal, csak hát annyira kicsi sűrűséggel, hogy bármelyik földi vákum az örülne, ha ilyen kicsi sűrűséget tudnak kreálni.
De ettől függetlenül van ott anyag, és az ott az univerzum, a csillagok körül és a galaxisok körül lévő hidrogént és héliumot, ezek a nagyon forró csillagok ionizálni tudják. Most kellene egyébként a másik mikrofonom, mert most itt mutogatnék nektek, csak nehéz ezzel a mikrofonnal. Szóval úgy kell elképzelni, hogy van középen egy csillag, elkezd sugározni, nagy energiai fotonokat kibocsátani, és elkezdi ionizálni a környezetében lévő hidrogént és héliumot, és ezt általában egy ilyen gömb alakba, ami egyre nő, egy nagy buborék formájában ionizálja. Ezért hívjuk őket ilyen buborékoknak, mert egyszerűen gömb alakban történik ez az ionizáció. És minél több csillagunk van, minél több galaxisunk, annál több és több ilyen ionizált buborék jön létre az univerzumban. Még nem. Eljött ez akkor egyébként az univerzum fejlődés történetében, ahol annyira sok ilyen ionizált buborék jött létre a csillagok és a galaxisok körül, hogy ezek a buborékok átfedtek egy idő után, sőt, teljesen befették az egész univerzumot. Jelenlegi tudásunk szerint ilyen hatalmas nagy ionizált buborékok közepén vagyunk most jelenleg is, mert mindent az egész univerzumot befették ezek a buborékok. Hát ezeket a buborékokat szeretném én modellezni, az én munkám az erről szól, hogy valami leírást adjak és modellt arról, hogy hogyan születtek, hogyan nőnek, hogyan alakulnak ki. És persze a jövőben egyébként az lenne a cél, hogy lássuk is őket, de bevallom, ez még nem történt meg, mert ezek a nagyon kezdeti csillagok és galaxisok körüli ionizált buborékok, ezek kb. 13 milliárd évvel ezelőtt léteztek, úgyhogy egy kicsit nehéz őket megvizsgálnunk, ettől függetlenül a munkám az elméleti és elméletbe tudom őket számolni, és nagyon bízok benne, hogy a jövőben, hogy egyszer képesek lesznek fellőni a James Webb Space Teleszkópot, akkor lehet, hogy már azzal képesek leszünk ezeket tényleg megfigyelni és látni. Úgyhogy az én munkám erről szól, és azt gondolom, hogy a kutatás és ez az egész életforma egy olyan dolgot adott nekem, amit nagyon megszerettem, és nagyon élhető munkát ad, és mindenkinek, tényleg nektek is azt tudom javasolni, hogyha érdekel a dolog, keressetek egy témát, tegyétek fel a kezeteket, hogy hello, kutatni szeretnék, és vágjatok bele, mert igazából rengeteg minden van még itt a világban, amit felfedezhetünk. Úgyhogy ezzel szeretném megköszönni nektek a figyelmet.